Sziasztok! Hát, vasárnap van, ugye a pihenő napja. Aztán be kellett jönni kis erősítésre a munkahelyemre. Pedig úgy volt, hogy máma nyomott nektek valami live-ot. Kora délután, hát a régi arcok is följöttek volna. De hát sajnos majd olyan kedves, és fölveszem a telefont, és akkor mondta a kollégám, hogy jóna berobognák. Pedig már ma strandbe volt tervezve, de ugye az idő közben szólt, most igaz már süt a nap, de még kicsit melegen van tekerés után, de hát már az ebéden túl vagyunk. Attilának üzenem, hogy köszönöm a kommentot. Hát, én lehet, hogy nem éheztem volna meg. De hát, ha ő megéhezett egészségére. Zúg a repülő, vagy nem tudom mi az a hang. Szerintem repülő. Úgyhogy most nem tudom, meddig tart ez a beugrok segítségi. De ha minden kötél szakad, akkor holnap legalább szabad vagyok. Fel ne tudja, hogy alakul. És akkor a hétből már nincs annyi. Kedden megfizetés, vagy nem. Ki tudja. Pedig már ugye mennénk a gamer székért, mert most a irodaszék az nagyon szegénynek ki van kezelába. Kényelmetlen, röcsög, ropog. Ugye mondtátok live-ba is, hogy zavaró hangja van. Mi ez a ropogás? Sajnos a szék. Hát nem tudok most itt hirtelen mit mondani, de ha végül is csak esti volna ez a kis kisegítés, akkor még lehet, hogy este csapatunk egy live-ot. Nem ígérem, mert tényleg most nem tudom. Szóval meg kell beszélni a stratégiát, hogy mi legyen, hogy legyen. De ha véletlen átmegyek én a másik szalomba, hogy lehet, hogy még tudunk valami kis videót. De sada, hát videó, nem is videó. Mondom, repülő hang. Úgyhogy nem látom különben, hogy láttak-e valamit, mert sötét a technika. De remélem, hogy láttam valamit a fejszerkezetemből. Ha most már tényleg itt a jövéd lassan a nyakunkon. Úgyhogy most már egy fodrász be kell iktatni. És itt szeptember első heteibe a Shadowblock csatornát valamivel kicsit fel kell pezsdítani. Mert most nagyon elhanyagoltam. Most itt anyagilag visszafogtam magam, mert valami tartalom kéne. Aztán majd lehet fejleszgetni tovább a technikát. De aki ilyen technikával nem tud tartalmat gyártani, hát az vannak problémák. Köztük vagyok én is, most úgy érzem. Régebben nem tudom, jött az ízlet, meg sokkal jobb volt, meg így órák tudtam pofázni, most nem tudom, valami game over. Meg gondolom, az itt zavar, amikor otthon vagyok, hogy valaki vagy belekiabál, vagy csüngetnek, vagy telefon, valami van. Valami zavaró tényező mindig van, ha az ember nem tud nyugodtan blogolni a saját házába. Úgy még istenes volt a tegnapi vacsoráz velem videó, vagy vacsiz velem. Na. Rokonom csak egyszer mászkált bele, de nem szólok, akkor elkezd ott magyarázni, érted, szóval most. Most akkor vágja ki bele egy kockát, vagy egy izéje, mondjuk már. Na, írjátok már meg komment, vagy ami fontos volna számomra, ki milyen vágó programot használ, ha a nézőim közül, vagy akik nézik ezt a videót, majd használ valaki vágó programot. Meg hogy van-e köztetek informatikus, mondjuk,
Mert én nekem nagyon bejött ez a Sony Vegas 13 Pro, de egyszer már a hónapra, nem tudom, valami letiltja a gép, pedig idáig ez a verzió működött, most már nem működik. Hogy erre valami megoldás kéne, mert próbálkoztam már sok vágóprogrammal, őszinte legyek, nekem egyik se jött be, valamelyik semmire nem volt jó. Mit tudom én, beraktam egy képet vagy valamit a videóba, bárhol, akkor összeúszta a videót 4-8-asra. Szóval nem tudom mi van vele. Szóval eléggé gáz most így a helyzet. Ez is közre játszik, hogy nincs annyi videó fönt például. Úgyhogy majdnem azt, hogy hiába vettem meg egy GoPro 7 Black-et, alig használom. De gondolkoztam rajta, eladni se érdemes, mert a másikat is ugye a GoPro Hero 4 Season-t azt is csak eladtam, és végül is hülyeség volt. Na. Jó, biztos ez a 7-es többet tud, meg jobb, meg faszább, de na, amire én használtam, nagyon tökéletes volt a 4-es is. Meg ugye előnye volt, hogy egy kis kocka volt az egész, úgyhogy meg az is ugyan, hogy vízálló volt, tok nélkül, nem kellett különösebb képen vízálló tokot rávenni, mit tudom én, mondok valamit 30 méterig, vagy 10 méterig, nem tudom, már nem emlékszek a paraméterére. Mondjuk a 7-esről van egy ilyen rövid unboxing, mondom, már láttátok legtöbben, úgyhogy jöhetnek a kommentokba, hogy milyen vágóprogram legyen, milyen videóra vonátok kíváncsiak, amit bizonyos keretek között meg lehet csinálni, kis költségvetéssel. Ezek egy jó vonal, ha a nézők leírnák ide a komment szekcióba. Úgyhogy hát reméljük, hogy tényleg csak egy pár óra lesz, és akkor este tudunk egy live-ot indítani. Mert ugye a magyar YouTube bevariált, és akkor ennyi feliratkozóval, meg ilyen nézettséggel nem tudok indítani ugye live-ot telefonról. Mondjuk biztos ezt is ki lehet kerülni. Próbálgatom így a telefonos OBS-eket, de majd látjuk. Na, köszi, sziasztok!